frissítőt, akkor azért 60 másodpercet a támogó kutat is fog járni. Figyeljön mindenki. Feleszközben az összes pályán húznak már. Négy csapat van ki a Briga pályán. Lassan az ötödik. Hajrá! Szurkoljatok! Versenyezzetek jól! Figyeljetek egymásra! Sok sikert, gyerünk! És itt vannak a kistarcsai lányok, akik éppen most befúznak ki majd ringázáshoz. Jelenleg övék a második legjobb úszóidő, 5.46-tal. Az első a ferencvárosi utánpótlás egyes korcsoportos csajoki, 5.18-as időeredménnyel, ami valami elképesztő ilyen után is. És harmadik helyen a Titán Pécsi van most jelenleg. A dőúfélejük 6 perc 8 másodperc, harmadik helyen vannak a fel pillanat, ugye ők már ott itt vannak, hogy ringáznak túlteminek. De Brindánál persze ez a folyamat felborulva, a legjobbra tárt is eléggé egyenes a pálya, eléggé gyors a pálya, úgyhogy itt van a sokkal a ringzásot emelkedünk, nagyon könnyen be lehet fordni egy másik csapatot a ringázásnál. És hogy az úszó eredmények alapvetően még nem adóak levízzel senki magát, azért kell úszott egy hú, kell hozzám értem egy Brinda, és egy kemény futás is. Baltasár, a Kazakasztán, a Falbuni, Gyulai Anna és Varga Bianca a csapat tagjai. A Varga Bianca és Baltasár tavaly is voltak ebben a csapatban, amit az a pályán ismerős lehet, ők már tetszett versenyeztek. Tavaly egyébként 36-32 másodpercet összidővel a 9. helyen végeztek, ami azért nem is minden mondható. A mostani úszás, hogyha jól lehet, hogy jobb, mint a tavaly, hogy lehet, hogy most a 9. helyen jobb eredmény. Az Itatiú csapata is elhagyta a tizet. Jelenleg az ötödik helyen áll a 6 perces úszó eredménnyel. Józsa Boton, Vajdok Máté és Vajdok Bálint a csapat tagjai. Kicsit folytassuk meg a depózását, nem csak már a depózásnak a depó. Nagyon örülök szerint továbbra is arra kérem, hogy fáradjanak a medencéhez. Becsapkolás, sípelenőrzés, rajtszárt, stb. Aztán pedig ők következnek. Elkezdik a verseny, nem sokára. Pontosan 13:46 perckor fog elrajtolni az első szegőr női csapat. Ferencvárosnak a B csapata. Mokos Erika, Dr. Utavet Anna, Tamás Nyitási Lígya. Rájuk, jó? Köszi! És egy percen belül elrajtol az első szenior női csapat, az FTTB csapata, Mocsok Erika, Dr. Litavec Anna és Tamásiné Pálfi Lívia. Depózásnál pedig figyeljünk oda a versenyző csapatokra, mert rendben van, hogy mindjárt bezár a depó, de azért annyira ne siessünk, tehát megvárom mindenkit. De kevés a versenybíró, nagyon sok a versenyző, és még több versenyző van a pályán, akiket most zavartok, hogyha elkezdtek csak így random bringát tologatni a tempóba. Úgyhogy figyeljük oda egymásra, ne csak versenyzés közben segítsük egymást a pályán, és ne csak versenyzés. Gyerünk fiúk, gyerünk, gyerünk!
sikerült egy újabb országos bajnoki érmet szerezni a Balatonból csapatnak. Right. Közben egy befutót láthattunk a DSC csapat, debreceni csapat átvette a vezetést az utánpótlás férfi kategóriában. Jelenleg ők vezetnek Dévai Zsombor, Balogh Milán, Kovács Balázs, német csoma összeállításban. És nem sokkal mögöttük célba érkezett a Marsúi UTK csapata, akik jelenleg az ötödik helyen állnak az utánpótlás fiúk között. És a medencét elhagyta a Binibáj senior férfi csapata. Zilahi Gyula, ugye ők az RTP Aszpolitron senior versenyzői. Pontos, mint az úszóidő a harmadik helyre volt elegendő az úszás végére az ELTE csapatának. Hajrá, fiúk! Ekközben, hogy is ott mászhatja a medencéből és a medencébe. A budaörsi TK csapata érkezett meg a depóba, akik átvették a vezetést az Unikától, 9 perc 53 másodpercet alatt húzták le 750 métert a felnőtt férfiak. A versenyzést illetően, és 16 óra 14 perckor a Marsúi UTK kezdte meg a versenyzést, az utánpótlás fiú kettes kategóriájában. Kovács Péter, Fülöp Ádám, Ivkovics, Iván, Sándor Dénes, a csapat. És egy újabb felverkezőt láthatunk. Az ELTE Aszpolitron csapata a felnőtt női kategóriában, akik jelenleg a harmadik helyen állnak a felnőtt női között. A felnőtt női versenyt az unikatív újból a B csapata vezeti, 11 óra 11 perc 54 másodperccel. Második helyen az Unikatum újból a szén csapata áll, 1 óra 25 perc 11 másodperccel, és harmadik helyen most célba érkezett ELTE Aszpolitron D csapata áll a felnőtt nők között. Sallai Dávid Fárkod, ki a miért? A felnőtt férfiak között viszont a verseny jelenleg a Magyi Baja Kés csapata vezeti. Ő megszorapja most futópályára lépő Tarján Fiatlakú. Mindenképpen befolyásztuk a trükkát. Együtt maradt a kapja a trükkát, már hatalmas segítség lenne. Ekközben mögöttünk, érkezik a ELTE csapata, a csapat, akik a felnőtt női versenyben jelenleg a dobogó harmadik helyén állnak. Felnőtt nők között az aktuális eredmény a TVK Mali Triathlon Klub vezeti a versenyt, második helyen a Unikatum Új Buda B csapata, harmadik helyen pedig a most félbejött ELTE Aszpolitron A csapata, az aktuális dobogó sorrend a 23. ramad. Ismét felhívnánk a versenyzők figyelmét, a frissítő állomást követő 50 méteren kell eldobniuk a poharat, különben tapasztalt büntetésre részesülnek azok a versenyzők, ami ilyen kiéletett versenynél nem ilyen jó. Ugye azért egy rematálható, hulladék gazdálkodással foglalkozó
hulladék hasznosító cég által férni ez a verseny, a szemetelés az szerintem eléggé komoly műtet, bűncselek, akár is érte a fengú büntetés. Együnk zöldek ezen a pártkodat mondom. És kevesebb, mint 10 perc van hátra. 2010. Gyerünk! Gyerünk! Második! Hopp, gyerünk! Nagyon jó! Gyerünk, Iván! Szép. Igen, de, már fogod is. És akkor lepózást láthatunk. Akik kirepóznak a versenyen, azokat megkérjük, hogy figyeljenek oda a versenyzőkre, ne akadályozzák őket a depózásba. És megérkezett a depóban Marci UTK utánpótlás korosztályának férfi csapata. Gyerünk, Iván! Ez az! Az utánpótlás verseny. Hajrá, fiúk! A TTP csapata, harmadik helyen pedig a Gyöfri triatlon csapata, miközben megérkezik az Egri KTK utánpótlás. Gyerünk! Ez az! Akik jelenleg a versenyben. Menjél! Az első helyen állnak, átvették a vezetést, úgyhogy újra felülírták az eredményeket. Első helyen az Agria KTK, második helyen a Marcui UTK, harmadik helyen pedig a Titán TCB csapata áll az utánpótlás korú tíz. Nagy és újra között, pontra 11 másodperccel tudta a Honyi behúzni az aranyérmet. Az Unika előtt és mögöttük harmadik helyen van a TZK-val. Gyerünk, fiúk! Mennyire lesz szoros a verseny, és hogy menjél, Iván! Bár nem érik be se a visszakésőket, se a pártól kérdezhették el a versenyzőit. Ők is azért nagyon komoly versenyzőt, nagyon komoly csapattal álltak ki. Egyelőre úgy tűnik. Utókör megtétele után, akik a második helyen kezdhették meg a futást a kerékpározás után. Azért a Gyűjtfal csapat nagyon szép tempót mennek is. Úgy látom, hogy félni fogják ezt a maradék 2,5 kilométert is. Hasonló tempóban lefutni. Jaj, van! Jelenleg két csapat fordult meg a futás első köréről. Vezet a TVK Mali Triathlon Klub, második helyen az